gyertya gyulladt, s tűzhelyünkben pattogott a láng. És bezúzott ablakunkra, papírt lett a bánk. Gyertya fényben még a nőtünk, még a krumpli főtt, s a hatázva elfeküdtünk, ha egy tank belőtt. Sose halunk, úgy éreztük, ha egy tank belőtt, kijárási tilalom volt, és a krumpli főtt. Hogy túlélünk mindent mindig, úgy éreztük ott, kár, hogy sorsom így szép estét többet nem adott. Éreztük gyerekmódra, milyen véres ez a móka, hogy nőnek mi rám. Az oroszok kivonultak, visszajöttek és belőttek, gyerekként kire vettük a nagy halál. Mert hittünk gyerekmódra, hogy egy angyal virradóra lesz majd egy csodál. Ha hú, majd ez csapattal, kék sisakban jön egy angyal, hoz édes lejkonzervet és magát. Ránevettem, még törögve, ablakon bejött. Nem ismertem a halálom, élveztem hát őt. Krumpli tettünk, s földre dőltünk, ha egy tank belőtt. Halhatatlan korszakomban nem ismertem őt. Halhatatlan módra ránevettem a konyha főről én. Hisz kék sisakban megvéd egy angyal, itt ülök ölén. Mert én a halálom olyannak várom, szebb legyen és nem ilyen. Hozza azt karddal, majd egy elszangyal, mert kijár ez nekem. Nem lehet ilyen durva, az ablakon bezúdulva, kérek más halál. Szebbet mely, mint egy angyal, ez küldöttként kék sisakkal, hoz édes tejkonzervet és megáll. Hogy túlélek mindent mindig, úgy éreztem ott, kár, hogy sorsom így szép estét többet nem adott. Más esték járnak, és a halálnak azóta más arca lett. Sem orosz tankkal, sem enszisakkal, egészen másképp ijeszt. Sem orosz tankkal, sem enszisakkal, egészen másképp ijeszt.